A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2023-ban is meghirdette az Én ünnepem is augusztus 20-a című alkotói kézműves pályázatot az államalapítás ünnepére. A megérdemelt díjakat és okleveleket a Beregszászi Pásztor Ferenc közösségi és zarándokház udvarán adták át. Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek végre. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke is, aki miután megtekintette a pályamunkákat és gratulált a gyerekeknek a nívós alkotásokhoz, csatlakozott a kézműves foglalkozáshoz is a nagycsaládosok örömére. A kicsik énekeltek és verseket is mondtak a magyar államfőnek. Az oklevelek mellé járó ajándékcsomagokat a Beregszászi Szent Anna Caritas felajánlásának köszönhetően adták át a családoknak. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület már hagyományként minden nemzeti ünnepre kézműves pályázatot hirdet meg, és hát a mai napra került a kézműves pályázatnak a díjkiosztója, és egyben egy mai napi kézműves foglalkozást is tartunk a gyerekekkel, amihez Novák Katalin is fog csatlakozni, nagyon reméljük, persze szeretettel várjuk. És hát azt hiszem, hogy az, hogy 110 pályamunka érkezett be a mostani pályázatra augusztus 20-ára, ez nagyon-nagyon sokat jelent nekünk, és nagyon sokat mond, mivel hogy a családok nagyon-nagyon ügyesek, és nagyon sok mindent próbálnak elkészíteni, gyerekek verseket mondtak, kézmes alkotásokat készítettek, aminek a darabjai majd itt az egyik asztalon ki lesznek állítva, amit szeretnénk az elnök asszonynak is bemutatni, és hát reméljük, hogy a gyerekekkel egy kicsit leül, és akkor a mai nap együtt kézműveskedik velünk. Kézműves foglalkozáson vesznek részt a Kisgelyőci Egri Ferenc Líceum alsó tagozatos tanulói. A tanintézmény is csatlakozott a KMPS által szervezett Határtalanul nyári tábor programhoz. A mai foglalkozás témája a népszokások felelevenítése mellett Ukrajna függetlensége napja alkalmából a gyerekek békegalambot is készítettek. Mai foglalkozásunk a hagyományok, a kisgelyőci szokásokkal foglalkoztunk, felelevenítettük a kisgelyőci szokásokat, beszéltünk a lekvárfőzésről, a tengeri hántásról, a húsvéti ünnepekről, a farsangról, minden ilyen szokásokról, a lakadalmakról. A gyerekek nagyon élvezik, és festünk, szilvát festünk, hisz most a lekvárfőzés folyamata zajlik, és mint ma a függetlenség napja van, ezért a gyerekekkel békegalambot is készítettünk, és nagyon várjuk már az Ukrajnába a békét. Kifordítjuk a közepéből. A felső tagozatos táborlakók kézügyességüket fejlesztik. Kukoricacsuhéból készítenek babát. Wagner Katalin, a csoport oktatója elmondta, az elmúlt évek bezártsága követően nagy szükség van a közösségépítő programokra. A tengeri hántás hagyományaival ismerkedünk a gyerekekkel, és megpróbálunk csuhébabát készíteni. Mennyire tetszik a gyerekeknek, mennyire aktívak? Hát úgy veszem észre, hogy tetszik. Tehát hozzá is tudtak szólni, mindenkinek volt saját élménye már az eddigi elhangzottakból, és úgy veszem észre, hogy a foglalkozáson aktívan részt vesznek. Véleményem szerint nagyon hiányzik a gyerekeknek ez a közösségi lét. Nagyon ugye kimaradtak éveken keresztül ezekből a dolgokból, és most nagyon nagy szükség van rá. A gyerekek szemmel láthatóan jól érzik magukat a táborban. Egy ilyen szivát kell kifesteni, kivágni, meg galambot csináltunk, békegalambot. Melyik foglalkozás tetszett neked idáig a legjobban? Nekem mind tetszik. Jól érzed itt magad? Nagyon. Mit készítesz? A csuhé babának a kezét készítem most, éppen fonom. Először készítesz ilyen csuhé babát? Nem, már többször is készítettem. Hol, mikor? Az iskolában, amikor volt a tulipán tanon, de ott készítettünk. Miért jelentkeztél ebbe a táborba? Azért, mert szeretek táborokba járni. És? Hogy sok barátot szerzek. Nagyon jól érzem itt ebbe a táborba magamat. Miket csináltok, mivel foglalkoztok? Mi tetszik a legjobban? A játszás, a foglalkozás, kézműves. Mit készítettél ma? Békegalambot. Mai foglalkozáson népi hagyományokról,
tojásfosztásról, ünnepekről tanultunk, és nagyon jól éreztem magam ezen a foglalkozáson, mert nagyon sok mindent meg tudtam tanulni ezekből a foglalkozásokból, és remélem, hogy máskor is lesz ilyen jó mókám. Kis Valéria, a tábor vezetője elmondta, igyekeztek érdekes és tartalmas programokat szervezni a gyerekeknek. Az idén 33 gyerek jelentkezett, és az idei tábornak a fő célja a honismeret és a szórakozás volt a tavalyival tanulással ellentétben. Rengeteg programot szerveztünk nekik, olyat, mint sportvetélkedő, különböző ilyen játékok, vetélkedők, mesenézés, hagyományőrzés, azon kívül túráztunk, és egy nap kirándulni voltunk az Ungvári várba. Úgy látjuk, hogy a gyerekek nagyon élvezik a programokat, minden nap részt vesznek minden programba, örülnek, vidámak, és sokszor nem akarnak hazamenni délután a szülőkkel. És úgy látjuk, hogy a szülők is örömmel hozzák a gyerekeket, és minden nap elengedik őket a táborunkba. Szerintünk azért fontos, mert ugye ez a nehéz idők, hogy a gyerekek ne legyenek bezárkózva, hanem tudjanak egy kicsit kiszabadulni otthonról, tudjanak kiszakadni a mindennapos problémákból, és egy az, hogy szórakozzanak, jól érezzék magukat, a másik viszont az, hogy ilyen közösségépítés céljából, gondolom, hogy ez a fő célja ennek, és megismerjék a kis hazájuk történelmét, és a helyi nevezetességeket, és az ilyen híres embereket. A Határtalanul nyári tábor programhoz idén Kárpátalján 50 oktatási intézmény csatlakozott. A projekt a magyar kormány támogatásával valósult meg. Bár első ránézésre nem vesszük észre, de ez a földterület akár 20-25 kg-os kincseket is rejtegethet. A kisdobronyi Sárközi család 3 évvel ezelőtt vágott bele a dinnye termesztésbe. Azt is mondhatnánk, hogy megérezték, hogy nagy lesz rá a kereslet, hiszen akkor még senki sem gondolta volna, hogy Herson ideiglenesen megszállt területté válik. Az ott termesztett dinnye minősége vitathatatlan volt. Azonban mégsem mondhatjuk el, hogy a vevő frissen jutott hozzá. A kárpátaljai dinnyét azonban már a szedés napján megvásárolhatja. A fiatal házas párnak nem sikerült minden az elején, de nem adták fel. 3 évvel ezelőtt kezdtünk neki a dinnye termesztésnek. Először egy csomag maggal kezdtük. Gondoltuk, hogy hát ha fog nekünk sikerülni, egy nagyon kedves szalókismerősünk ajánlotta nekünk, mutatta meg, hogy hogyan kell. A férjemnek nagyon megtetszett. Aztán első éven nem annyira sikerült, mert nagyon elkezdtek fonnyadni a palántáink. Aztán következő éven már 4 csomaggal folytattuk, most pedig 12 csomag magot vettünk. Nagyon szeretik az emberek, mert tudják, hogy frissen van szedve, édes dinnye, minden este frissen szedjük másnapra. Most a múlt éven kezdtük Nagy-Dobronyban is értékesíteni. Ha felvágása során szinte reped, csattan a dinnye, akkor biztosak lehetünk benne, hogy érett és finom gyümölcsöt készülünk megkóstolni. Bár a hozzáértők tényleg rájönnek a kopogtatásból és a dinnye érettségére, a hiedelemmel ellentétben nem így állapítjuk meg. A családhoz leginkább a megyeszékhelyről, Ungváról érkeznek felvásárlók, azonban jó szokás szerint a házuk kapujában is árusítják a lédús gyümölcsöt. De mi a finom dinnye titka? Minél több napfény legyen. A locsolás, ennek a víz, amit az éven megkapott az esőtől, de nem volt olyan meleg, mint az előző 2 éven, amit termeltünk. Így nincs teljesen olyan piros a dinnyénk, mint előző 2 éven, de szerintem az íze az megvan, elég jó édes a dinnye. Na megnézni kell, hogy ne nagyon füvesedjen el a föld, mert ha elfüvesedik, nem éri úgy a napfény. Sárközyék szolgáltatták a görög dinnyéket az augusztus 12-i búza összeöntő ünnepségre is. A kárpátaljai magyar gazdák a nehéz gazdasági helyzet ellenére idén rekordmennyiségű 160 tonna búzát adományoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. Mindazok ellenére, hogy a háború kitörése jelentős bevétel kiesést jelentett a gazdáknak. A dinnyetermesztés azonban kifizetődőnek bizonyult, és természetesen a helyiek is örülnek annak, hogy lehetőség van frissen, a közelben és olyan termelőktől vásárolni a nyár egyik slágergyümölcsét, akiket személyesen is
ismernek. Az ember el sem gondolta volna, hogy itt Kárpátalján, és itt, hogy megterem a dinnye, hogy ilyen jó és finom édes dinnyét lehet termelni. Eddig mindig azt hittük, hogy csak a, úgymond a melegebb vidékekben lehet teremnek meg, de hál' Istennek nálunk is megterem, és remélem, hogy továbbra is fogják termelni. Nagyon finom ez a kisdobronyi dinnye. Én magam kisdobronyi vagyok, én is szívesen vásárolok és eszek belőle. Kárpátalján egyre több család foglalkozik dinnyetermesztéssel, sikerükön felbuzdulva pedig várhatóan még többen próbálnak majd szerencsét, hiszen Kárpátalja természeti adottsága erre is tökéletes.